Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Válnában a Startupok éjszakáján, nem csak saját nevemben, hanem Tarlós István főpolgármester nevében is, aki szintén nagyon fontosnak tartja ezt a mai rendezvényt. Készültem néhány gondolattal és beszéddel, amelynek a lényege az lett volna, hogy ügyesen, átételesen úgy dicsérem a fővárost, hogy közben a fővárosi ugye, vállalkozásfejlesztési közalapítvány dicsérem, de ebben Piroska, Szalai Piroska elnök azt mondja, olyan ügyes volt, hogy finom szavakkal a legfontosabb tevékenységüket már elmondta, úgyhogy semmi kedvem elismételni ugyanazokat, inkább röviden és kapásan összefoglalnám, hogy köszönjük azt a munkát, amit végeztetek, köszönjük, hogy ennyien eljöttek ide, hiszen ez azt jelenti, hogy ennek a munkának, aminek még csak a kezdetén vagyunk, már most is van eredménye. Ugyanakkor akkor szólnék néhány szót, hogy miért fontos ez a mai rendezvény, és hogy lehet ezt a város fejlődésének, a város stratégiájának keretében elképzelni. Természetesen, mint minden városnak, fővárosnak is hosszú távú céljai vannak, van egy 2030-ig szóló városfejlesztési programunk, és természetesen annak kapcsán, hogy ezt a programot kidolgoztuk, folyamatosan nézzük, hogy hol is helyezkedik el itt és most Budapest a városok versenyében. Örömmel tapasztaljuk, hogy az utóbbi néhány évben a városok legkülönbözőbb ranglistáján előre haladunk, tehát valami módon az irány jó, de azért pontosan kell látnunk, hogy hol vannak az előnyeink, hol vannak a hátrányaink, hol vannak a lehetőségeink, hol vannak a lemaradásaink. Az igazság az, hogy van egy-két terület, ahol nagyon jók vagyunk. Ezek részben a mi érdemünk, de leginkább az elődeink érdeme, mert nagyon jók vagyunk például a természeti környezetben, ugye az a táj, ahol élünk, a gyönyörű Buda, a hegyei, ugye a Duna, a pesti Lapály, a sok zöld Margit-sziget, ami Budapestet körülveszi. Ez mind nagyon jó és szép, nagyon jók és erősek vagyunk a kulturális programokban, a kulturális életben, a város élhetőségében, és még sorolhatnék jó néhány ilyen pozitívumot, azért megemlítem a közösségi közlekedést, most ne arra gondoljon senki, hogy esetleg leég a 8-as busz, mert szép lassan a buszokat is lecseréljük, de arra igenis gondolhat, hogy a város nagy részét lefedi a közösségi közlekedés, és nem csak nemzetközi nyugat-európai, hanem világ összehasonlításban a járatok sűrűsége nagyon jó, tehát közösségi közlekedésen jól elérhető Budapest. Ugyanakkor vannak súlyos, relatív lemaradásaink is. Tehát ezeknek a többsége valami módon a gazdasági szférához kötődik, a pénzügyi kultúra, a vállalkozás barátság, a vállalkozási kezdeményezés, ez valahogy úgy tűnik, hogy Magyarországon és még Budapesten is a nemzetközi szinthez képest lemaradt. És ezen a területen kell előre törnünk. És mit a gadás? Ilyen értelemben a kitörés egyik ága éppen a startupok világa, azoké a ifjú embereké, mert legtöbb esetben azért a startupok fiatalokhoz kötődnek, és azoké a ifjú, friss és új gondolatoké, amelyek előre törnek, és ebben viszont magyarok, mi magyarok jók vagyunk, abban viszont elég rosszak vagyunk, hogy ezekből a jó ötletekből ténylegesen eljussunk odáig, hogy egy eladható terméket csináljuk. Én azt gondolom, hogy a főváros el szeretne segítséget nyújtani. Van is erre egy elképzelésünk és elgondolásunk, talán az sem illetlen, hogy éppen ebben az épületben vagyunk itt és most, mert a innovatív startup vállalkozásoknak valami módon a régit és az újat ötvözni kell. Valami módon annak az országnak a gazdasági környezetét, a kultúráját, hagyományait vinni kell magával, de legalább olyan fontos az új jelen, az új gondolat. Én nem értek hozzá sem, nem az én generációm, vagy szerencsére lehet így is úgy is mondani. Nekem azt mondják, hogy most már ezek a startup gondolatok úgy jönnek ki a fiatalokból, hogyha egy olyan helyen vannak, ami maga a helyszín is inspiratív. Nekem azt mondják, hogy az ilyen fiatal tehetségek nem nagyon szeretnek bemenni egy ilyen hagyományos irodába, ami ugye klasszikus iroda épület, ha a fővárostól jönne be valamelyikőjük, valószínűleg végig is érne az első folyosón és elszökne, mert ugye a környezet vagy nem túl inspiráló. A Bálna például alkalmas lehet arra, hogy olyan helyszíneket biztosítson, ahol sokan összejöhetnek, a gondolatokat megosztatják egymással, és talán az segíthet abba is, hogy eljussanak arra a következő fázisra, hogy akinek ilyen ötlete van, megtalálja azt a barátját, aki meg elég gyakorlatias ahhoz, hogy ebből megpróbáljon valami üzleti modellt összehozni, és talán előbb-utóbb egy olyan fórumot is tudunk teremteni, ahol a következő stádiumban már találkozhat kockázati tőketársaságok képviselőivel, akik esetleg elgondolkoznak, hogy pénzt tegyenek, vagy esetleg olyan emberekkel, akik üzleti terv tanácsadást adjanak, és az a
célunk, szándékunk, hogy egy ilyen fórumot teremtsen meg a főváros, és a bármelyre talán fizikailag és egy kiváló terepet adhat. Nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttek, és bízom abban, hogy a mai este során, akár a kerekasztal beszélgetések, akár pedig a Startup éjszakája, hogyha valóban itt finom borok lesznek, azok a anyanyal szagyműködés fölgyorsítják. Ennek a gondolkodási folyamatnak során, hogyha olyan új gondolatok jönnek, amik például a főváros segítségére tudnak szolgálni, nevezetesen, hogy mit tud a főváros tenni még a Startup érdekében, akkor ilyen gondolatok jönnek, ezt örömmel hallgatjuk, és lehetőségeink szerint meg is kívánjuk valósítani. Köszönöm figyelmüket, és jó estét kívánok mindenkinek!